November 26-án kezdetét veszi az adventi időszak. Rákos mentén 2006 óta hagyomány, hogy az ünnepi várakozás idejére fenyőfát állít a lakosság számára az önkormányzat. Idén a főteret egy 1998-ban elültetett Norman fa fogja díszíteni, amelyet Magsa Péterné ajánlott fel a városvezetésnek. Mint elmondta, fontos szimbolikus jelentése is van az örökzöldnek, amely egy generáció életét végigkísérte. Közel 25 évig volt ugyanis ékessége a kertjüknek, így szerették volna, ha mostantól a 17. kerületiek is gyönyörködnének benne. Hogy ne csak mi gyönyörködjünk benne, és ne csak mi csodáljuk, hanem egész Rákosmente, és hát reméljük, hogy sok családnak, kisgyerekeknek, időseknek ezzel egy kis örömet tudunk nyújtani. Miután a főtérre a közel 15 méter magas fenyő megérkezett, kezdetét vette annak díszítése, melyben Horváth Tamás polgármester működött közre. Mint kiemelte, hosszú évekkel ezelőtt a néhai városvezetővel, Ríz Leventével közösen döntöttek arról, hogy legyen adventi vásár Rákoskeresztúr központjában, aminek ünnepváró jelképe az óriás méretű karácsonyfa. Számunkra fontos az, hogy a kerületnek is legyen egy karácsonyfája, hiszen nagyon sokan szeretnek karácsonykor nézelődni, kijönni ide a főtérre. Ugye 2006 után lett főterünk csak, és akkor tudtuk először ezt a fenyőfállítást, karácsonyfállítást megcsinálni, és azóta minden évben természetesen megtesszük. Én úgy gondolom, hogy aki kijön ide egy kicsit sétálni, főleg gyerekeknek nagyon tetszik, ugye ez egy hatalmas fa, az otthonunkban nem tudunk ekkora fát felállítani, és igyekszünk minden évben egy kicsit ilyen karácsonyi hangulatot varázsolni ide a főtérre, ez így lesz az idén is. Ugyan kicsit szűkített formában rendezzük meg a karácsonyi vásárunkat, hiszen jégpálya nem lesz, de műsorok hétvégén lesznek, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. Az Advent Rákos mentén 2022 programsorozat keretében ebben az esztendőben is színpadi és térprogramok, gasztronómiai különlegességek várják az érdeklődőket. Az eseményről nézőink bővebb információt a Rákosmente Televízió honlapján, az Advent Rákos mentén Facebook oldalán, a Hírhozóban, illetve az ünnepi kiadványban találnak.